Üdvözlök mindenkit, én Szolik, azt mi láthatjátok a Neo című játékunknak a végigjátszása. Folytatjuk szépen tovább a kalandjainkat, de előtte jövünk a szentélyhez és szintet lépünk, mert sok mindent megint felajánlottam, tárgydobozunknak a felét, és mindent átnézegettem, úgyhogy ügyességünk 30-esre felugrott. Úgyhogy eddig jók vagyunk. Úgyhogy nincs más hátra, mint hogy a főtörténetben haladjunk akkor előre, és menjünk akkor a következő régióba, mert itt mindent kipipáltunk, meg az előző régiók is elvileg pipák. Úgyhogy nincs más hátra, mint előre. Tovább a háborúban. Ootani Yoshitsugu ga kashin, Yuasa Gosuke. Taigi de atta. Ha. Ieyasu dono, Kobayakawa Hideyuki de gozarimasu. Nigeta Mitsunari me wa Sawayama no shiro e to ochinobiru sandan de arimashou. 三成の首はぜひ私めにお任せよ。この秀明、霧に苦しめられましたが、東軍へと馳せ参じ、獅子奮陣の活躍。うん。小早川殿だけでは難儀であろう。わしも手はずを整えたら、すぐに後を追いまする。Kelly is there. I'm going to. Ez így van. Kelly is itt van, úgyhogy megyünk mi is. Menál van Sariose, azt hiszem így kell kimondani. Naomasa dono to Kobayakawa dono ha nogareru Ishidaze o otte Sawayama no shiro e to gun o susumeta. Ja ga washira no saguru tokoro Mitsunari dono wa Kelly me to tomo ni Ibuki yama e to ochita yō da. William, onushi wa Tenkai dono to tomo ni Ibuki yama e mukae. 敗軍の将とはいえ、三成殿は油断ならぬ男。気を引き締めて参るのだ。Na, egy új terület, mégpedig Omi régió, úgyhogy ha jól emlékszem, akkor ez az utolsó területünk. Úgyhogy igazából nincs más hátra, mint előre a bemocskolt Szent hegy felé megyünk. Az Ibuki hegy egy misztikus hegy, amely már régóta virágzott a becsvágyók számára. Rengeteget pletykálnak arról, hogy lélekkövek is találhatók ott, amely biztos, hogy felkeltette Kelly figyelmét. Mint ez nem lenne elég, hallottam, hogy sokan Mitsurani katonái közül, és talán még Mitsurani maga is ott rejtőzött el a Sekigahara-i vereségük után. Ez az, megmondtam, ez az. Megcsináljuk. Tudjátok, mi a probléma? Megint kodamákat kell gyűjteni, mert most megint nem lesz meg a kodama bónuszunk. Nem baj, megoldjuk. Persze, természetesen. Csak úgy, na. Kicsit olyan. Ja, közben orrot tisztítok. Tehát azért nem haladunk, mert összes ujjam le van foglalva. Na, de ez már a szeptemberi hónap, úgyhogy fogalmazhatunk úgy, hogy lassan-lassan közeledünk a játék vége felé. Vagyis a fő játéknak a vége felé. Na már most, hogy a kiegészítők, a DLC-k, hogy azokkal is fogok-e foglalkozni? Hát egyenről azt mondom, hogy nem. Mert azokra még többet kell egy kicsit még gyakorolnom, úgyhogy jelen pillanatban azt mondom, hogy nem. De lehet, hogy mire kimegy ez a felvétel, addigra meg már lehet, hogy már kész vagyok vele, nem tudom. De úgy terveztem most, jelen pillanatban, hogy a fő történet szála, tehát a fő játékot akarom végigjátszani, aztán utána meg majd meglátjuk. Akkor mennyire lesz rá igény, meg hasonlók, tehát értitek, na. No. Na nézzük ezt a boltat. Jó, hogy
Tehát, hogyha jól számolom, akkor összesen 6000-et sebeztünk. Így hátulról. Szegényem. Csá! Igen, nem ártana, hogyha a baltát is húznánk egy picit, mert eléggé sok szamuráj, még is elég sok szamuráj képességpontunk van, de azért na. Jó, inkább menjünk biztosra, mert nem tudom mi ez a dög. Oh. Na? Fied? Oh. Olyat ütöttünk, hogy csak na. Igen, hogyha baltának van ugye hátránya, az, hogy lassú, de egyszer találjál el vele valakit, és akkor vége van. Az egy rövidítés lesz valószínűsíthetően. Na várjál, most el vagyok tévedve, most mi van? Jó, oké, meg vagyok. Kicsit összezavarodtam. És hogyha nem nyomom el a különleges képességet, és úgy csinálunk hardba szúrást. 2100, 3000. Akkor csak 5100-at sebzünk. Megy ez. Jó. Dur. Vörös démon páncét találtunk, az jó. Ja, amúgy mindent eladtam, tehát majdnem mindent amúgy eladtam. Te szerintem egy gyors ellenfél vagy. Úgyhogy én is gyors leszek. Oké. Akkor itt alul... Nem értek, jók vagyunk. Na most ezt a fenti kollégát... Ezt elintézzük, mert nem tudom mikor fog engem észrevenni. És igazából nem nagyon szeretném, hogy észrevegyen. Jó. Ide bent akkor semmi. Gyere! Te tényleg szórakozol velem? Gyere már! Akkor ne gyere! Így is jó. Na te honnan dobtad ezt? Szemétláda. Jó, errefele mi van? Kör. Na jó, nem szórakozunk, mert lehet, hogy ez egy madár lesz. Nem. Hogy nem sikerült a szarvát eltalálnom? Pont nem sikerült megcsinálni, nem én baj. Oké. Gyorsan összeszedünk itt mindent, ami csak lehetséges. Ezt a haladunk mindjárt fölfelé. Elvileg ott fönt is vannak cuccosok. De akkor elméletileg itt alul mindent kitisztítottunk. Elméletileg. Aztán hogy a gyakorlat mit mond, azt majd meglátjuk. Az a nyertöket! Fú! Pedig hallottam a denevér szót, és nem kapcsolt az agyam időbe. Nem úgy semmi gond, mert tudsz.
tudsz ugrani közbe. Tehát az első denevér után egyből gyorsan abba az irányba kell gurulni, ahonnan jönnek. És akkor semmi gáz nem történik. Már itt akkor voltunk, igen, itt akkor még nem tudok felmenni. Szimpatikus úriember meg észrevett. Puff. Jó, na, nekem így is jó. Igen, itt van valami tárgyacska. Amit nem mindig ír ki amúgy a játék. Ezt már észrevettem, hogy túl gyorsan nyomok rá valamire, akkor nem írja ki, hogy mi az a tárgy. Figyeled? Az hogy sikerült mellé lőni? Na, azért. Megint hallok denevért? Ez meg azt hiszem robbanós csapda. Ami nekünk fáj. Igen, és akkor itt ez egy rövidítés. Ugye? Azt hiszem igen. Várjál, most nem vagyok benne biztos. Ja, itt lent voltunk, igen. Jó. És akkor az is egy rövidítés lesz, ugye? Azt hiszem igen. Ha minden jól alakul, akkor az is egy rövidítés lesz. És ne aggódjatok, nem a ti hibátok, nem a felvétellel van a gond, hanem azzal van a gond, hogy... Nio. Másoknál is akad amúgy. Nagyjából hasonlóképpen. Márjál, még nem nyúlok hozzá. Igen. És majd erre kell mennünk, jó. Hát az ott marad. Hát, hogy azt ott hogyan lehet felszedni, gondolom föntről kell majd valonnan leesni, de... Most egyelőre azt mondom, hogy passz. Na, egyelőre akkor megvagyunk. Majdnem 300 ezerünk van, de 375 ezer kell a szintlépéshez. És igazából nem tartunk sehol. Úgyhogy elvileg itt pipa, úgyhogy mehetünk tova. No. Ó, de jó. Jó. Mert rád egy ilyen. Egy ilyen. Ezt a hajra. Nagyon jó. Muszáj ezeket lelassítani, nem kell ezekkel szórakozni. Na és akkor itt van egy láda, nem tudom mit őriztél, ugye kiderül. Szakét. Meg hollótengu. Tokó. Iki tokó. Hát ez egy fejes lesz. Még egy. Nem lesz jó. Na, tomfás. Na mi van? Nem gondoltad volna mi, hogy alsó fogásba... Ó, majd mindjárt megyünk arra is. Én majd alsó fogásba fogom ezt a boltát, mi? Még néha érdemes. Jó, akkor itt ez egy rövidítés. És akkor lehet menni arra, de igazából megyünk akkor körbe. Megnézzük, hogy itt milyen ellenfél van. Bazd meg!
Hát veled nem fogok szórakozni, az biztos. Dupla lassítás. Így né. A haja demonölő. Démonölő. Nem demonölő. Démonölő. Miről beszélek én itt? Jó. Ezzel meg vagyunk, hogy semmi. És elméletileg... erre kell tovább jönni, igen. És itt meg... itt meg vagyunk, jó, meg vagyunk, oké. Na nézzük, hát, többféle irány is választható. Hát ott egy fejes. Egyszer. Te nem mondó vagyok, hogy jöjjünk először itt alul. Ezt a jóképű úriembert, ezt húzzuk ide ki, ide a nagy placra. Na így, és feküdjél le szépen. Úgy, úgy. Na, először ezzel így megvagyunk. Másodszor. Itt van egy csapda, úgyhogy a túloldalról megyünk. Mert rálépsz, berobbant, felröpülsz a levegőbe és lezuhansz a mélybe. Című történet, úgyhogy ne. Inkább körbefele. Körbefele? Körbe menjél, na. Tényleg meg tudok beszélni. Oké. Okay. És akkor erre is lehetne jönni, de nem erre jövünk. Hanem megyünk. Nem. Megyünk a hosszabbik úton. Mert az igaz, hogy hosszabb, de biztonságosabb lesz majd nem sokára. Ahogy ez a macskos. Gyere le ide! Sikerült a fejét eltalálni, és ott a szarvát. Most sikerült. Így né! Ezzel megvónánk. Kis kuszarigama. Jó, haladhatunk akkor szépen tovább. Amúgy jó sötét van, mármint nem úgy, hanem hogy a felvétel a számomra sötét. Kodama, szia! Pici Kodama. Cső! Mondom, cső! Hát, licitálj már vissza, kérlek. Jó, eddig jók vagyunk. Szerintem amúgy innen lehetne valahonnan lezuttyanni odahoz a tárgyhoz. Gondolom én, de ezt most én kihagyom, jó? Mármint ha jó, ha nem jó, de én ezt most kihagyom. Most passz. Erre kell nekem jönni. Úgy néz ki, hogy nem. Vagy de? Álljatok, most most kicsit eltévedtem. És össze vagyok zavarodva. Igen. Van egy Kodama. Onnan jöttünk volna föl, tehát mondtam, hogy ott fordultunk az előbb vissza. Azért, mert itt van egy dobálózós köcsög, egyszer. Akkor azzal mindjárt foglalkozunk, csak akkor... kérdés. Ez itt hova vezet? Valaki itt a fal mentén menni, hogy... lezuttyanjunk. Szóval ez itt hova vezet? És tökre emlékszek rá. Aha! A másik rövidítéshez. Hát jó, hogyha ma itt vagyunk, akkor... a... fú, bazd meg! Aha, jó, oké. Megvan. Oké. Hogy az a mocskos? Na.
Speedrun. Igen, jobbra. Igen, balra. Igen, emellett elmegyünk. Elvileg elveszíti érdeklődését. Ne! Fú, bazd meg. A picsába. Húú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 ú
Csak a probléma lesz bele, hogy lassú vagyok. Csá? Jöjj, de nevérek. Oké. Nem baj, ott lövöldözhettek nyugodtan. Én már el vagyok erre futva. Oké, megvan. Egy hangyafasznyi kellett volna. Most tényleg azt fog engem ott megszivatni? Ha lehet. Nincs kizárva. Olyan szépen haladtunk eddig. Ahogy már egy olyan kerekes, tüzes seggfej csinálgassa itt meg a dolgokat. Csá! Örülök neki, hogy akad. Töltöget itt a rendszer, itt a területeket. Hogyne. Hogyne. És csak ezért. Na. Legyen kedves a játék nem akadozni? Nem töltögetné be a... dolgokat? Na szóval. És arról volt szó, hogy erre jövünk. Ja, azért, már itt van egy... szemét leadja. Meg a hülye haverja. Ajjaj, hogy... Jó. Az a gond, hogy egyre türelmetlenebb vagyok, egyre több hülyeséget csinálok egymás után, és az úgy nem jó. Azt úgy nem szeretjük. Úgyhogy, Szovi, nyugodjál meg, nincsen semmi gond, csináld úgy, ahogy eddig is csinálgattuk, így szépen kikerülve mindenkit, le van tojva mindenki, ahogy speedrunolni szoktad esetlegesen a pályákat, úgy meg kell ezt az egészet így csinálni, csak ugye az a lényeg, hogy most szépen idejövünk, és most már nem speedrunolunk, hanem szépen jövünk, ezt itt ágyon ütjük. Felszedjük ezt. Belassítjuk a madarat. Így né. És ütésre váltunk, az kész. Megvárjuk, hogy közelebb jöjjön, megvárjunk egy ütést természetesen. Ennyi, kész. Ennyit kellett volna eddig is csinálni. Semmi más nem kellett volna csinálni. Látod? Megy ez. Csak kicsit oda kell figyelni. Na. Miért nem arról kommentálsz, hogy mit csinálsz?
Legyen középfogás. Csá. Jó, ez benne hívjuk, ha baszki. Még csak azt kéne, hogy behívjuk. Jó. No. Helyzet a következő. Jó, meghallottad, hogy jövök, oké, elhiszem. Valósnak tűnik. Gyere már ki. Gyere már ki. Megint egy ilyen töltő izén vagyok. Gyere már ki. Ahó. Ne izé ijesztegessé. Ez nekem nem fog menni semmi. Gyere. Gyere szépen így, gyere. Gyere már, mert el fogok ott akadni. Na ugye. Ja, a felső fogás. Így. Uff. Ennyit kellett volna. Hogy ezt kinyitjuk. Tök ezt felszedjük, aztán mindjárt megyünk a szentélyhez. Kérlek szépen benneteket, itten ne található. És szintet lépünk természetesen. Ugye balta, ugye skálázódna erőből, de hát úgyse fogunk a baltát, úgyse fogjuk a baltát használni. Én szerintem maradjunk az ügyességnél. Most már szerintem az összes pontomat ügyességre ráadom. Föltöljük az ügyességet 40-ig. Azt a csókolom. Na, nem próbálok ide belopakodni. Megpróbáltam ide belopakodni. Na jó, nekem már nincs idegzetem, jó? Úgyhogy lesz neked csurikem. Na, és visszafele haladunk egy picit. Felsőbe vagy... Maradjunk felsőbe akkor, jó. Azt az 50 év szamuráj pontot meg majd el fogjuk költeni, nem kell aggódni. Mindent el fogunk költeni, maga idejében. Jó. Oké, itt ezek beszélgetnek, amíg ezek itt beszélgetnek. Addig jöjjön ki ide föl. Így né. Fordulás. Az egy nyitott láda, jó. És akkor... Mivel te egyedül vagy... Puff! Dupla puff. Na, kérdésem. Hol van a haverod? Már azt, hogy megtaláltam a fürdőt, az egy dolog. Ah, kurva szádat. Vettem észre a csapdát. Jó, ezzel megvagyunk. Akkor fürödhetünk egyet. Igen, ennek a fürdőnek van még egy olyan negatív tulajdonsága, igen, hogyha beleülsz, ezt ugye már régóta el kellett volna mondanom, de hogyha beleülsz, akkor leszedi a... Hát minden hatást, ami rajtad van, az összeset. Ha az pozitív vagy negatív, akkor is. Végén még ezek ölnek meg, hallod? Úgy te... Lövöldözős köcsög. Nem mit, hogy én nem lennék az, persze, természetesen, tehát nem arról van szó. Csak na, nem szeretem, amikor visszanyal a fagyi. Ennyire. És nem vagyok hozzászokva, hogy visszanyal a fagyi. Igen. Erre is lehetne menni. Ez egy nyelves köcsög lesz, de ez nem erről az oldalról fogjuk megoldani, hanem majd a másik oldal...
Majd a másik oldalról. Menjünk le itt szépen itt alul. Megmutattam én ezt hogyan kell? Ezt így. Azt hiszed? Jó. Felmásztunk ide. Na már most. Én emlékszem, az ott egy tengu. Az ott egy holló tengu. Ez meg itt egy halott. És elvileg itt ez a plac, ez jó lesz harcolni. Na, fejezzed abba a hülyeségedet? Jó. Meg volt a holló tengu. Itt pedig vissza lehet jutni ahhoz a szentélyhez, ahol ugye már leültünk. Na de. Alul vannak szimpatikus úriemberek. Többen is. Helyesbittek, voltak szimpatikus úriemberek. Többen is. Az ő nem látok semmit. Sötét van. Jó. Ki van takarítva. Haladhatunk akkor szépen tovább. No de. Vigyázzunk, mert vannak itt bombák. Meg különböző ellenfelek. De először... próbálkozok. Széllét kitakarítani. Itt van akkor egy Kodama. Fejes volt. Te ninja? Nem. Azt a fickót biztos, hogy nem fogod csinálni. Itt nekem belefújsz abba, és... alsó fogás. Ez meg a kombóz. Mehetünk vissza felsőbe. Elfogyott a nyilvesszöm. Semmilyen távolsági lövésem most már nincs. Basszus. Kellett nekem elpocsékolni ezekre. Ez akkor így probléma. Ez itt egy kicsit akkor így problémásabb lesz. Nem lehetetlen, csak... csak nehezebb. Jó. Csináltam magamnak a programot. Gyertek csak. Egy. Kettő, három. Hát meg... szarjál már le se. Csak egyik őtök jöjjön. Igen. Csá. Azért mondom, tehát hogy nem lehetetlenség megoldani a problémát, csak kicsit máshogy oldjuk meg. Így. Megoldható így is a... ja, hogy észre sem vettem, hogy ez itt van!
Bocsi! Nem akartam pofátlan lenni, de no, észre sem vettem, hogy itt van. Oké. Jó, akkor itt erre meg vagyunk. Alsó fogás. Mivel kitalált itt a hülyeséget. Azelőtt fejezd be a hülyeséget. Jó. Na már most. Azzal mindjárt foglalkozunk. Itt van kod, nincs kodama. Itt van ellenfél, azt hiszem nincs. Ez így kellemetlen lesz. Köszi, hogy megvártad. Nagyon rendi vagy. Jó, még egy kodama. Ezt az ajtót kinyitom. Arra lesz a fő ellenfél. De már előre magamnak kinyitom az ajtót. Nézzünk körbe alaposan, mert valahol elhagytam egy-két kodamát. De egyet tuti. Idézőgyertya, oké. Mibe akadtam el, ja? Na és akkor itt van a nyelves haverunk. Itt ugye mondtam, hogy majd inkább erről a... inkább innen csináljuk. Ögy. És akkor elméletek te nem őriztél semmit, csak a továbbhaladást. Ugye? Ja, ezt nem lehet szétzúzni. Jó, akkor ennyi. Elvileg kitakarítottunk mindent. Mindent is, mindenhol. És akkor egyetlen egy dolog van hát csak hátra. Itt felszedni az utolsó szentét. Vagy hát beaktiválni az utolsó szentét. Valahol elhagytam egy kodamát és nem tudom, hogy hol is annyira ideges itt. Na mindegy. Démon elő. Az hülyén néz ki. Azon is van villám. Holló szánypuska, az már nem kell. Mennyi kell a szintlépés? Hát el is felejtettem, bocsi. 390 ezerig kell elmenni. Azt jegyezzük meg. Na, ezek egyedül maradnak. Á, ah, vörös démon páncél. De szerintem ezeket elnyomom. Igen, itt akkor semmi. Semmi olyan érdemleges. Ó, ott van egy vörös démon páncél. Mindjárt megnézzük, összehasonlítjuk. A védelem az nagyobb. Begyűjtött arany és Amrita, azt fogom elveszíteni. De felszereljük. A vörös démon páncélokban itt van egy-kettő gatyában. Mindjárt átnézzük őket. 192, igen, akkor 196. Sebzés csökkentés 1,9%. De ennek meg van plusz 2-es ellenállása, meg begyűjtött arany, meg ilyenek. Sokkal több mindent ad, mint ezek. Mégis ezeket is bezúzhatom. Jó. Csak ez mit csinál? Igen. Nagyobb a védelem, plusz 5-tel. Ez ad plusz 2 kit, meg ellenállást. Ez az aranya több. Hát.
felszerel akkor. Jó. Tudunk egyet szintezni, mehet akkor az ügyességre egy pont. Százas szintek vagyunk. Na. Tök jók vagyunk. Na szóval. Képességek, mert most már azért tartunk egy olyan szinten, hogy jó lenne most már az összes passzív képességet megcsinálni. Kiviszonyer és sebessége megnövekszik. Akkor az növekedjen meg. Ez a passzív akkor legyen meg mindenkinél. Mindenkinek. Ugye ez a plusz ki, az is megvan. Jó. Itt ez. Közelharci támadások 500-a többet sebeznek a teljes értével rendelkezők esetén. Oké. Lanja-nál 30% alá csökken a közelharci támadások, sebzése 2%-kal megnövekszik. Meg még jobban megnövekszik. Baltánál plusz 50 élet. Kuszarigamánál végső csapás sebzése 4%-kal legyen nagyobb. Oda csinál. Oda csi. Aztán ezt akartam itt kiépíteni, nem? Nem ezt akartam kiépíteni, valamit itt ki akartam építeni, oda csinál. Na, volt valami passzív. Az odacsi sebzését növeli. Ez a leszúrást növeli, aha. Ezt akartam. Szakértő küldetés, ugye teljesítő van. Mennyi kell ide? 3, tehát kell még 1. 1 meg 4. 1 meg 4 kell. Most egyelőre így. És hol volt ez? Itt, leszúrás sebzését 6%-kal növeli. Akkor még 5, tehát akkor még 2 kell, meg még nem tudom még mennyi. Fiatal szamuráj hajfürt. Jó. És ide most 6 pont kellene. Még. Mester ninja, 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 mágus, fiatal mágus. Nincs több. Nincs több, elfogyott. Sajnos elfogyott. Mindegy. Jó, ez van. Nem baj. Van ilyen boniem. Egyet mentsünk. És akkor mi kell nekem? Kell a víz, az tuti. Ennyi. Kell a víz. Most kész. Hogy állok súlyba most, hogy ez a hátamon van? As. 9,9, jó. As a suhanásunk. Odébb lépésünk meg az ilyenek. Na, hát akkor fő ellenfél harc fog következni. Reményeim szerint minden jó fog alakulni. Ezt majd meglátjuk. ここで打たれるわけにはいかぬ。ケリー殿の錬金の極意によって太閤秀吉様を復活させる忠義による精錬の世の礎を。あんたにはせいぜい時間を稼いでもらうとしよう。 Túlságosan szemét vagyok, ugye? Nem, amúgy nem vagyok szemét, tehát iszonyatosan nehéz ellenfél ez is. Ugrál,
gyorsan vág, egyszer eltalál, véged van. Tehát nem is az, hogy egyszer eltalál és véged van, hanem egyszer eltalál és utána lekombóz. Tehát így... felejtős. Úgyhogy inkább így csinálom. Mert amúgy szeretnék haladni is.太后様に、ついていくだけであった。義を重んじ、刀なきよう、民と共に歩む、秀吉様の描きし、美しき夢。いつしか、私の夢となっていた。秀吉様亡き後、その夢を汚す家康めを討てぬとは、私が誤っておる。 信長様を討ち、主君殺しの汚名をかぶったというか、されば私も大義に裁かれよう。ケリメが私が信した信長様を改まとして蘇らせ、再び大乱の渦を起こそうとしております。安仁殿、 家康殿が大尉、この国が太平のため、かの者を止めてくだされ。 Na, új lélek. És Kelly most elvileg egyedül maradt. Csak nincs már több szövetségese, bár mondjuk mondott egy mondatot, hogy megy és feltámaszt valamit, vagy valakit. De ha azt nézzük, akkor most összes szövetségesét most elvesztette. Az egyetlen oka, miért még mindig élek, az uram megölése után, hogy segítsem az országot a béke elérésében. Sir Anjin, könyörgöm neked, állítsd meg Kellyt és vess véget ennek az értelmetlen háborúnak. Ah, egy igazi ninja küldetés hozzá lett adva a dojohoz. Nagyobb harmónia küldetés hozzá lett adva a dojohoz, meg alkonyati küldetés meg lett változtatva. És pillanat türelmeteket kérem. Jó, csak meg akartam nézni az OBS-be, hogy minden oké-e.
Egy-egy magas kockázatú, magas jutalommal járó alkonyti küldetés ellenségek erősebbek, de annak is megvan az esélye, hogy erős felszerelést szerez. Csak akkor játszhatsz alkonyti küldetés, amikor bealkonyul. Jó, de alkonyti küldetéssel se akarok foglalkozni. Na. Megnéztem, hogy mennyi időnk van még hátra, és még van időnk, úgyhogy... Nagyobb harmónia. Szükséges mágia szint 20-as, szükséges ügyesség szint 20-as. Sarlók csatája. A sarlóval most már maximálisan vagyunk, az jó. Karddal nem. Nem. Ezt a nagyobb harmóniát kellene megcsinálni. Fokutól hallottam, hogy elsajtítottad az Onmyo mágia technikáját. Van még egy varázslat, amit megosztanék veled, bár ne számíts sokra. De előbb bizonyíts be, hogy méltó vagy rá. Minél erősebb a varázslat, annál nagyobb erő kell, hogy irányítsd. A kihívás legyőzése bizonyítja, hogy alkalmas vagy megtanulni ezt a technikát. Hát reménykedjünk benne. Úgyhogy ez lesz elvileg az utolsó mágia teszt. És ezáltal az összes képesség elérhetővé válik. Végre. Úgyhogy ezt megcsináljuk. Ezt mindenképp. Mi lesz az ellenfél? Együtt is! Jó. Egyszer. Kétszer. Amúgy is szerintem azt várja tőlem a játék, hogy ezeket a dolgokat csináljam. Merem rád elnyomni a lassítást. Ki tudja még milyen dögöt fog még rám küldeni. Gondoltam. Három. Négy. Ja, meg kell néznem, hogy mi a többi tárgy, ami nálam van. Ez mit csinál? Nézzem, felszerelést. Vízlövedék, védelmező talizmán, fiatalító talizmán, villan elleni talizmán, víztalizmán, lassító talizmán, kekai talizmán, elixir, aha. Védelmező talizmán. A fiatalító talizmán ugye az azt csinálja, hogy folyamatosan tölti vissza az életerőmet. Igen. Szent áldással semlékesíti meghatározott mennyiségű sebzést. Villám ellenállás, igen. Ez mondjuk jó lenne elnyomni. Kekai talizmán. Azt kell nekem, a kekai talizmán. Jó, akkor majd az lesz. Jó, tehát akkor ezekre elnyom ezt. Elvileg te ezt nem szereted. Oké. Okay. Kanyunk egy ilyet. 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 Nyomjuk a lassítást. Oké, okay. Elnyomok még egy ilyet.
De nem sebzek rá sokat. Most ez már megint mi volt? Na, hülyeség. Rettenetesen sok életereje van amúgy. Na jó. Szép volt. Nem akartam volna ezt elnyomni, de hát mindegy. Na, akkor 4 3 2 Nézd meg, nem érek rá. Nem érek rá ezeket minden elnyomni. Hát nézem át újra. Mi az, ami nem kell? A fiatalító van a 3-ason, a villám elleni a 4-esen. Jó, tehát a másik oldalra igazából csak a 3-as kell elnyomnom. Jó. És akkor már megvagyok. Hát bazd meg. Jó, ezeket úgyse használom el. Az egyest úgyse fogom elhasználni. Jó, és azt ellőhetem. Itt a 3-as kell elnyomnom. Meg ezt. Itt a 4-est rá. 2 3 4. Frissüljünk. Kis levegővételt. Légy szíves. Esetleg. Talán. Jó. Jó, tehát másik oldalról csak ezt kell elnyomnom, de erre van időm. Egy. 2 3 4. Bekaptuk a mérget, nagyon jó. Oké, 1 villám, 2 villám, 3 villám, 4 villám. Rögjél csak.
Na, most kéne nekem egy olyan. Egy, kettő, három, négy. Miért megyek be alá? Úristen. Na. Nagy nehezen, de meglett. Szerintem rosszat nyomtam el egész idáig. Meg hát azért segített, igen, hogy a Kusarigamának a képességét bekapcsoltam. Na, fejet hajtok a hatalmad előtt. A látvány, ahogy nyugalomba küldesz démonokat, nem csak páncéllal és pengével, hanem varázslattal is. Eszembe juttat valakit még nagyon régről. Sajnálom, össze-vissza beszélek itt, rendben van. Rád bízom a varázs technikámat, ne használd meggondolatlanul. Misztikus művészet feloldva. Na és nekem igazából ez kellett. Nem ez. Mert akkor misztikus művészet akkor fel van oldva. Ez a titkos művészet, elvileg ez a kettő. Ugyebár. És azt hiszem úgy van, hogy a kettő közül kell választanom egyet. Tehát meghosszabbítja a tárgyak és a képességnek a hatóidejét, megjegyzés, nem minden talizmán hatóidejére növelhető, vagy lehetővé teszi az Onmyo mágia azonnali aktiválását. És mind a kettő tökre jó. Mind a kettő teljes mértékben hasznos. És a kérdés az, hogy melyik legyen? Az, hogy tovább tartson, vagy az, hogy azonnali legyen. De szerintem legyen azonnali. Elsajátított egy misztikus művészetet, felszerelhetsz minden misztikus művészet típust és technikát, ami nem kerül felszerelésre, az nem ad semmilyen hatást. Szeretnél felszerelni most ezt az elsajátított misztikus művészetet? Igen. Tehát egyszerre csak egy lehet, tehát igazából mind a kettőt megtanulhatod, csak egyszerre egy lehet aktív. Inkább fogalmazzunk úgy.
ez akkor maxos. Kekai talizmán is maxos. És akkor így nagyjából ennyi. Ami kell nekem, az akkor mind megvan a mágián belül. Jó, mennyi az idő, srácok, lányok, hölgyek, urak? Jó, idő van szerintem, úgyhogy ez a rész akkor legyen most így ennyi. Főküldetés megvolt, igen, itt van egy mellékküldetésünk, illetve itt haladunk majd tovább. De akkor egyelőre akkor most így ennyi. A maradék dojo-s küldetést, vagy dojo-kat, hát nem biztos, hogy meg fogom csinálni. Majd meglátom, jó? Majd hogy attól függ, hogy hogyan lesz rá időm, idegzetem. De ez így most akkor nagyjából ennyi. Szóval srácok, lányok, hölgyek, urak, én köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Akinek van valami észrevétele, nyugodtan írja meg kommentben. És következőben haladunk tovább a fő történet szállal. Illetve hogyha jönnek be mellékküldetések, akkor azokkal is foglalkozunk meg, majd akkor a dojo-val is. Lehet, meglátjuk. Na, szóval jó voltam, ijatok sok vizet, sziasztok!